café. Salut. Nagyon sok szeretettel köszöntjük az ifjú hölgyeket és szívből gratulálunk nekik a tegnap este elért eredményhez, hiszen ők nem csak a közönség, de a zsűri szavazatait is elnyerték, és hát így állhatnak ők ma itt, vasárnap, a másnapján a színpadon. A kísérők valóban egy picit háttérbe vonultak, hogy most a hölgyeké legyen a főszerep, és elsőként a második udvarhölgyet kérem szépen, hogy egy picit lépjen előrébb, Császár Ágnes. Nagy tapsot kérünk szépen. A 194. onnan már második udvarhölgye, Császár Ágnes. Akit amikor azt kérdezem, hogy honnan érkezett a várra, hogy került a várra, és hogy érezte magát tegnap este. Komáromból érkeztem, és a Testvérváros sors program kapcsán érkeztem, ezért megadott a lehetőség, és mindenképpen éltem vele, és első bálozóként tényleg egy hatalmas élmény volt, úgyhogy kedves Ágnes, ön nagyon fiatal, elárulja a korát? 16 éves. Mit kell önről tudni, mivel foglalkozik a magánéletben? Tanul, dolgozik, nyilván tanul. Igen, még egy gimnáziumba járok, emelt angol nyelvű osztályba, és igazából atletizálom, és mindenképpen sporttal kapcsolatban szeretnék tovább. Hogy érezte magát tegnap este? Hatalmas élmény volt, tényleg nem gondoltam volna, hogy ez egy ekkora dolog, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Táncolni sikerült? Jó hangulat volt bent a bálteremben, azt láttam. Igen, sikerült szerencsére. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim! Tehát a második udvarhölgy Császár Ágnes Komáromból, és a 11-es számú szívet viselte a nyakában, illetve viseli jelenleg is. Az első udvarhölgyet szeretném szólítani. Krulik Dalma! Itt nagy szeretettel köszöntünk, és most én árulom erről, hogy 19 éves. És azt gondolom, hogy a zsűri jól döntött.
Kedves Dalma, honnan érkezett a várra, hogy érezte magát tegnap? Én Budapestről érkeztem az anyukámmal és a nagynénimmel, és hát tényleg egy rendkívül nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ott lehettem, és hogy még a legjobb háromba is kerülhettem. És hát egy felejthetetlen élmény volt, hiszen minden kislánynak az álma, hogy egyszer az Anna bálon vagy egy bálon részt vehessem, és hogy tényleg felejthetetlen élmény volt. Valóban ilyen kis csipkerózsikás, herceges történet volt ez, ugye tegnap? Kísérőm az, igen, tulajdonképpen anyukám volt, meg a nagynéném, szóval ez ilyen... Hercegek azért voltak bőven, azt lehet. Igen, voltak, úgyhogy tudtam táncolni. Mivel foglalkozik a magánéletben? Én idén érettségiztem, és szeptembertől a Pázmány Péter Egyetemi éves gyönyörű lány, amikor nem az Anna bálon van. Miről töltje a szabad idejét? Én 6 éves korom óta versenysportolok, ritmikus gimnasztikáztam, illetve fitkidesztem, fitkiszeztem, úgyhogy a sport az mindig is az életem része volt, és emellett táncolni meg rajzolni is nagyon szeretek. Köszönöm szépen, gratulálunk! Az első udvarhölgyet, Trulik Dalma, Budapestről. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, a 194. Anna bál bálkirálynője, Burgel Réka. Kedves Réka, azt tudom, hogy gyakorlatilag itt a hölgyek közül ön érkezett a legmesszebbről Balatonfüredre. Honnan is? Kisvárdáról érkeztem. Üdvözlök mindenkit. Hogy kerül egy kisvárdai lány a Balatonfüredi Anna bálba? Hiszen itt is van egy kedves közönség, aki szintén fotózni szeretné önöket.
szépen köszönjük a közönségnek az érdeklődést, a hölgyeket visszaadjuk kísérőiknek, akik a következő percekben a szilvásváradi, mezőhegyesi és bábolnai ötös fogatokhoz kísérik a hölgyeket. Érkeznek is már a Nemzeti Lovas Díszegység kíséretében. És akkor még egy nagy tapsot kérünk szépen a levonuló hölgyeknek, szívből gratulálunk a 194. Annabál Bálkirályének és Kétudvar hölgyének.